Sziasztok, srácok! Világos vagyok. Üdvözlök mindenkit a nulláról 350 pontig videósorozat negyedik részében. Ha még nem tetted, bátorítalak, hogy egyrészt nézd meg ennek a sorozatnak az előző három részét is, valamint szívesen vennénk a feliratkozásodat a csatornára. Előre is köszönjük! Akkor nézzünk közbe egy ellenfelet, ha lesz. Egyébként azt szeretném kihangsúlyozni, hogy a videó célja nem szerény személyem fényezése, nem öndicséret, hanem bizonyítani szeretnék egy tényt. Alátámasztani egy igazságot. Azt az igazságot, hogyha valaki rendelkezik egy adott tudásszinttel, például valaki 370 pontos mester, akkor a tudásának megfelelő pontszámot azt nagyon gyorsan hozni fogja, akár nulla pontról is. Ennek bizonyítása a célom ezzel a videósorozattal. Közben itt próbálkozok nézni egy ellenfelet, mondjuk a pancsikát, és egyébként jól van, pancsika. Körrel vagyunk. Lássuk. Jó. Gondolom F8. Tehát ő majdnem mester, 5 pont hiány mester. Lássuk. Nem. Tehát tartja az L alakot. Tartja az L alakot. Hát jól van. Mi is felveszünk egyfajta L alakos nyitást. Igen, itt a fenyegetés, tehát itt most vagy F6, vagy E6 a fenyegetés, vajon melyik az, ami engem jobban megkínozna. Jó. Körrel egyébként, ugye, aki egyébként X-el van az amőbában, az azért elég nagy előnyben van. Hát legalábbis egy bizonyos kezdési előnye mindenképpen van. Itt igen, vajon itt, és akkor meg lenne a 4 továbbépít, igen. Na most nem tudom, srácok, hogy D5 vagy D7. Legyen D5, nem szeretném itt, hogyha ez a 3-as itt túlzottan építkezni tudna. Igen, itt ezt fent kell. Ezt itt, hoppá, kezdem magam nagyon rosszul érezni. És ez vajon itt nyerés is? Húha! Ezt elképzelhető, hogy már az elején elrontottam volna. Ja, nyilván most G9 úgy van, amit itt kell védjek, és itt ez nyerés lenne? H9-re. Aha. Hát ez érdekes. Na jól van. Most ugye a H9 kötelező, hogy itt ezt a négyzetet, itt ezt a lépést itt kiiktassam. Hát itt ezt kötelező védeni, de lassan valamit támadni kéne. Ugye itt most F10 a nyilvánvaló fenyegetés. Most itt viszont már támadni szeretnék. Ugye most a fenyegetésem E10, majd C10-zel fenyegetek nyerni. Tehát esetleg egy C9-es lépés talán el tudok képzelni. Tehát itt most E10. Igen, tehát ő most pontosan ezt látja, és ezért tett E10-re. Most már valamit támadni kéne, de egyelőre most úgy néz ki, hogy megfogtam körrel pancsikát. Lássunk valami érdekeset. Most leellenőrzöm, van-e az ellenfélnek itt lehetősége, szerintem nincs. Akkor nézzünk egy ilyet, ugye ez egyrészt építi a saját térfelemet, másrészt elveszi ellenfelemtől ennek az ötösnek, illetve ennek a zátónak a lehetőségét. Azt mondja itt.
Jól van. Akkor építkezzünk tovább. Azt mondja, itt ugye ez itt elvette Pancsika ezt a lehetőséget. Jól van. Ha most ide tennék, túl hamar kiadnám magamat. Másrészt, ha viszont ő tenne ide, akkor nekem ide kéne, ez nekem nem jó. Most ide teszek, hogy a K10-et elvegyem tőle. De valószínű, hogy itt ő most valamit rontani fog, tehát vagy G10-et tudnék elképzelni, vagy J10-et. Hát, vagy esetleg azt, tehát látjátok, ez a úgymond ront. Hopp, ez egy. Ja nem, nem nyerés. Jézusom, azt hittem, hogy J10, M10, majd K9-re nyerek, de ugye ez nem nyitott hármas, tehát most itt erre próbálok rágyúrni. Úgyhogy most lépek egy ilyet, egyelőre szerintem az X nem fenyeget semmivel. Tehát most itt ez a fenyegetés. J10, L10, K9, védeni kell, K6. Látjátok, ezt látta ezt a pontot, tehát ezért védte le, hogy ezt az ötösömet itt elvegye tőlem. Jól van, itt ezzel egyelőre nem tudok most már mit csinálni. Úgyhogy én azt mondom, hogy na ez viszont itt a F3 nem jó, mert nagyon könnyen kiadom a C6 tervet. És ő vajon készült valamire? Szerintem nem. Jó, akkor egyelőre vegyük el ezt az ötösnek a tervét. Itt nem tudom, hogy itt készülődik-e valami. Az nagyon fontos egyébként, hogy ne adjuk ki magunkat túl könnyen. Igen, tehát itt most nyilván ezt az ötös elblokkálása volt Pancsika célja. És így ide szeretnék valamit építkezni. Úgyhogy mondjuk, na ravaszkodjunk egy kicsit. Nézzük meg, mit csinál egy ilyenre. Így szerintem én most egy picikét jobban kezdek állni. Egy picikét jobban állok. Ja, hát most valószínűsítem a J7-et, amit védenem kell, de itt nekem kezd egy nagyon szép helyzetem kialakulni. Most én szerintem a kör kezdeményez. Tehát szerintem most a kör itt kezdeményez. Lássuk csak itt. Itt, aha. Hát, azt mondja, mi is volt itt? Jézusom, elfelejtettem a saját tervemet, ez azért komoly. Itt, akkor neki itt kell védje, ide teszek. Ide. Na, lássuk, mit csinál egy ilyenre. Bár itt most nagyon könnyen kiadom magam, ez kötelező fent védeni. Mert különben ide teszek, ide, és akkor a kétszer ötös meg lenne, tehát ez kötelező itt védeni, így van. Most valószínű ide viszont, itt most fenyegetek itt K4-jel, J3-mal nyerni, ezt észre fogja venni, tehát nagyon könnyen kiadtam magam pontosan. Sajnos nagyon könnyen kiadtam magam, ezt nem szabad, srácok, ennyire könnyen adni. Na lássunk mondjuk egy ilyet. Itt szerintem nekem még mindig van keresni valami, ugye most szerintem a K5 így van. Most viszont szerintem nyertünk dupla ötössel, tehát C6, H4 után itt a hármas, és itt nekem meg lesz a hármas ötös. Tehát szerintem most ezt megnyertem. Ja nem, mert ugye itt ezzel ki tudja védeni, itt ezzel védi, itt nekem tenni kell, de lássuk, hogy erre tud-e valamit, de én ezt most itt fent védeném, ezt nekem védeni kell, és utána bele tud zavarni ebbe a tervembe. Tehát ezt ki tudja védeni, ha ügyesen védekezik. Ezt ki tudja védeni, és akkor még egy picit a kör jobban áll. Egy picikét jobban áll a kör, ugye ez. Na ez viszont hiba volt, hogy le... Ja, hogy itt is ötöse van, azta! Tehát itt most ez a fenyegetés nyerne, azt a mindenségét. Így viszont már egyértelműen kilőttem magamat, tehát kiadtam magamat, itt kell védeni. Nem ott védi? Hát mert ugye ez most itt ötös lenne, na most ez viszont hiba volt, mert itt akkor teszek egy olyat, hogy... Hát itt ennyi, akkor H4. Ő neki most kötelező védeni K4-en, és E4-re nyerek, mert védeni kell az ötöst. Ennyi. És nyertem C7-tel. Tehát most védeni kell az ötöst. Tehát itt ugye előnyben vagyok, mert védeni kell az ötöst. És B7-tel nyertem. Ennyi. Tehát most itt nyert a kör. Ez hiba volt.
Jól van. Jól van. Igen. Hát itt előre gondolkodtam. Itt egyébként a körnek volt egy csomó lehetőségem lett volna, tehát J8-tól elkezdve, ugye itt is építek erre a dupla hármasra, itt a fenyegetés, tehát ez egyébként a körnek már szinte bizonyított nyerés volt, túl sok esélyhez jutottam. Tehát most, hogyha nem lent nyertem volna, akkor itt valószínű, hogy ezt itt L7, még inkább, tehát itt a J10, majd L10, ugye védeni kell, majd utána J8, és J8 után L6, és akkor ugye ezt itt védeni kell, ezt az ötöst, és itt kijött volna az L6-os, a 2x3-as. Tehát kijött volna a 2x3-as. Itt akkor ezt az első meccs a miénk. Úgy néz ki. Nézzünk, kapunk-e visszavágót. Tehát ez nem úgy néz ki, hogy nem kaptunk visszavágót. Igen, ez egyértelmű hiba volt, tehát itt ellenfelünk hibázott, de hát ez ugye mind tudjuk, mindenkivel megesik. Hát kár pedig szerintem ez jó meccs volt, ez jó meccs lett volna X-el, tudtam volna olyanokat nyitni, hogy ihaj, na még egyszer megy Pancsi. Jó, még egyszer, de megint ő kezd X-el. Tehát most megint körrel vagyunk. Jó, ezt nagyon szeretem, ezt a nyitást, tehát ezt nagyon szeretem, így összeölelkezik az X meg a kör. Na most egy titkot szeretnék nektek elárulni. Bárki, szerintem bárki képes lehet elérni a mesterjelvényt. Nem csak világos. Tehát erre, hogy viszonylag így hamar elérsz dolgokat, erre bárki képes lehet. Ha tanulsz, meccseket elemzel, és a saját hibáidat kielemzed, és tanulsz belőle, az rengeteget segíthet, csak úgy, mint az erősebb játékosokkal való gyakorlás, illetve játék. Ez rengeteget segíthet. Na most itt ugye vigyáznunk kell. Úristen. Igen. Itt ő tovább épít, itt nem, itt lent, viszont nem szeretném, hogy építkezzen, szerintem én itt lent kell védjem, hogy ezt itt a hármast elvegyem, de itt most nagyon kellemetlenül érzem magam, ismételten. Ezt itt kell, ez kötelező M6-on, mert ha nem M6-on védek, hanem H6-on, akkor M6, akkor jöhetne. Tehát itt K8, majd M6 a fenyegetéssel nyerne, tehát ez kötelező M6-on védeni. De itt most a pancsi jobban áll. Bár nem tudom, hogy ez mire vezet, igen, ez kötelező lent védeni emiatt. Tehát itt most csak védekezem. Csak védekezem, és ki tudja, hogy mit tud belőle kihozni. És ki is hozta ezt a nyerést? Ez igen. Gratulálok, aha, ez szép volt. Ez szép volt, ezt benéztem. Éreztem egyébként a vesztemet. Éreztem egyébként a vesztemet. Tehát itt kellemetlenül kezdtem magam érezni, hogy sok a meccs. Na most remélem, hogy most kapok visszavágót. Remélem, kapok visszavágót. És kapok. Na, hát ez szép tőle. Jó, akkor most végre mi vagyunk az X-szel. Jó, hát akkor jó, mondjuk kezdjünk ez a sima kis normál kezdéssel, ugye ez a sima, létrehozzuk a hármasunkat, aztán várjuk, hogy mi lesz. Ugye ez a sima SV alakzatnak a nyitása, igen, na most itt vajon, itt vagy. Jó, legyen itt, nem akarom, itt a négyes építkezzen. Igen. Hát ez érdekes. Akadályozzunk, nem akarok túl passzívan játszani, viszont hát nem akarok túl sok esélyt sem adni. Tehát itt most lehetőségem lenne támadni, de kíváncsi vagyok, hogy ő ebből vajon ki tudna hozni valamit. Itt most óvatosabban játszom. Jó. Aha, most itt viszont rögtön kiadnám magam.
Jó, mindegy. Most óvatos vagyok, mert most valószínű, hogy F9-re. F9 lesz a következő lépés, amit nekem védeni kell G10-en, de ez például már, látjátok, F9, ez például már egy passzív játék. Tehát itt veszélyes lett volna, ha itt tud a pancsi építkezni. Tehát itt sajnos már egy passzívabb játékra kényszerültem, ugye direkt azért, mert tanultam abból, hogy előzőleg megkent a pancsi. Hát ugye azért, hogy itt G11, hogy nekem ugye ezt a lehetőséget itt az ötössel meg a hármassal elvegye. Most úgy érzem, hogy most talán egy picikét tudok építkezni. De megint egyébként kezdem magam kellemetlenül érezni. Jó, most egy picikét megint óvatosabb vagyok. Tehát most nem akarom itt, hogy ő itt nagyon építkezzen. És ez a lépés is emiatt van. Ezt nem szeretem, hogy ezt a négyestől ki tudja használni és tovább építi. Tehát most óvatos vagyok, óvatosan játszom. Jó. Igen. Na most ugye itt ez lenne a fenyegetés. L7, majd M5, és ezzel itt ugye az ötösre épít, így. Utána ide, 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 és ez ugye nem lenne teljes ötös, de ez nagyon erős támadás volna, ha ezt engedném. Ezt nekem nem szabad engedni. Úgyhogy most emiatt nekem kötelező ide tenni. Ezt nem kockáztatom meg. Nem biztos, hogy nyerés, de nem kockáztatom meg. Jó, ide már ugye ez nem lenne fenyegetés, én szerintem. Mert ez nem ötös, igen. Na, most viszont már mehetek. Tehát látjátok, az időzítés nagyon, nagyon fontos. Tudjuk, mikor mit csináljunk. Vajon nekem most még védekezni kéne? Remélem, hogy nem basszus, de nem vagyok benne biztos. Látjátok? Támad. És itt ez itt veszélyes lenne, tehát itt most teszek egy ilyet. És látjátok, elvettem ezt a nagyon fontos J3 pontot, ami itt a kör számára döntő, akár nyerést okozó pont lehet. Tehát ezért a J3. Most óvatosabb vagyok, most, hogy egyszer megkent. Egyébként itt most szerintem nekem D6 lehet a tervem, D6-ra tovább építek, vagy esetleg erre a 3-asra, tehát erre az X-ek sokaságára. Az X-ek sokasága, ez elég szellemes volt, ja. Tehát itt az F8, na ez mi? Itt lehet D11 tovább építi, majd itt tovább megy. Vagy mit szeretne? D11. Jó, én ezt itt nem kockáztatom meg. Tehát most leblokálom. Jó, itt ez. Megint nem szeretnék kockáztatni. Úgyhogy ez most legyen. Jó, hát legyen H5. Lehet, hogy a K5 az itt biztonságosabb lenne. Tehát most itt nagyon óvatosan játszok. Nagyon óvatosan játszok itt. Igen, ő ezt ugye elvette, tehát ez egy védekező lépés volt a pancsitól. Lássunk akkor egy G3-at. Most szerintem most elvettem itt a lövéseket. Jó. Jó, hát szerintem D6. D6. Egyébként lehet, hogy a sorozatnak lesz folytatása. Sőt, biztos, mert ez nem fog beleférni egyetlen videóba. Hát ez viszont majdnem nyerés. Ugye itt C5, majd D5. Igen. Jó. Ja, de nem, mert B5-tel tud valamit védeni, de utána meg támadok megint. Nem, ez nyerés, tehát ez nyerés az X-nek. Így van, tehát mondtam a B5. Itt viszont szerintem nyert az X, mert ezt védeni kell, és utána az E5-öt nem tudja védeni. Vagy igen, de nem, hát akkor beteszem. Tessék, E7-tel nyertünk, tehát 1-1. Tehát tudni kell, hogy mikor támadjunk, és mikor védekezzünk.
Jól van, adjunk visszavágót, nem? Köszönjük a játékot. Jó, tehát 1-1 lett, tehát jól emlékszem, akkor 2-1 Pancsi ellen az állás, és hát szerintem én szeretném, ha még egy meccs ebbe a videóba beleférne, már szinte biztos, hogy lesz folytatása. Na nézzük meg ezt a... Nézzük meg a petját! Na nézzünk egy egyperceset, persze. Nézzünk egy egyperceset. Nem, pedig ez jó lenne. Akkor a borsó ellen, borsó. Szellemesen megoldva. Borsó ellen egy egyperceset. Na lássuk, tehát egy perc. Itt most gyorsnak kell lenni. Hoppá, ez fura. Szerintem ő most erre épített. Jó, akkor lakjunk ki egy esvényítást. Jó. 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 Itt most jobban áll az X, az egyértelmű. Egy perc a játékidő. Hát most itt az X jobban áll. Igen, az X nyert. Igen, az X nyert. Szerintem én ezt nyertem. Ha csak itt az ötössel nem tud valamit, de nem, mert utána meg L8 és nyertem, és ugye megvan itt a 2x3. Ezt megnyertem. Ha itt az ötössel nem tud keresztbe tenni, de szerintem nem. Tehát itt a 2x3. Igen. Szerintem ezt nyertük. Jó. Egyelőre 1-0 nekünk. Na, akkor lássuk a visszavágót. Ugye visszavágót azért mester ellen illik adni, de most egy picit tartok egyébként tőle. Tehát egy perc a játékidő, hölgyek, urak. Jaj, ezt annyira szeretem, ez a kedvenc nyitásom. Hú, nagyon csipem. Ismerem. Jól van. Huha. Kezd forró lenni a talaj a lábunk alatt. Húha. Húha. Ez a saját nyitásom, bakker. Húha. Esküszöm, nem tudom. Nem tudom, mit tegyek. A saját nyitásom ellen, ember. Hú, ezt én is alkalmazom, ez tényleg nagyon erős. Ez nagyon erős, ez a nyitás, srácok. Húha, igen. Most pedig itt. Szerintem jól kivédtem. Fél percembe került, de szerintem... Hála a jó Istennek, hogy ez itt, nem, hogy ez itt semmi. Jó, én itt viszont nem adnék neki további lehetőségeket. Igen. Hú, bakker. Hát most egy hirtelen nem is tudom, hogy mit tegyek. Azt a... Igen, ott úgy van. Most itt ezt leblokálom. Jó, tehát ez fontos volt ez a közbeiktatás, különben nyert volna. 21 vs 31, Jézus Krisztus, most blokkálunk. Blokkálunk, mint az állat. Jól van, egyelőre most ez döntetlen lesz szerintem. Ez döntetlen. Hopszi. Hopszi. Hú, rá fog menni az időre, bakter. Teszegetek össze-vissza 6 másodperc. Atya ég!
Hát most ez... Hát most ez vagy sikerül, vagy nem. 4 másodperc vs 14. Nem tudok tenni. Jó, ezt már elcsesztem idővel. Kettő versus 12. Hát ezt lejártuk, egy-egy. Na lássuk, visszavágót kapunk-e? Igen. Egy-egy. Ez kár, pedig ez döntetlen, ki tudtam volna hozni. Kicsit gyorsabbnak kell legyek. Na most lássunk egy másik típust. Jó. 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 Nagyon jó. Hát. Ide. Jó. 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 Hú. Na. Aha. Nem rossz. Nem rossz, nem rossz. Aha. Hú, bele kell húznom megint. Elgondolkodom az időt, basszus. Elgondolkodom az időt, lassú vagyok. Megint 23 másodpercnél tartunk. Tehát most itt lassú vagyok, ez egyértelmű. Ennél a mesternél lassú vagyok, ez egyértelmű. Hú, nem is vettem észre, hogy vesztettem azt a 2-1 oda. Hát ez szép volt, srácok. Hát ja, ez most nem túlzottan jött össze. Na nézzük azért, hogy hol tartunk. Jó, 266. Én egyelőre köszönöm a figyelmet. Biztos, hogy lesz folytatása. Biztos, hogy lesz egy következő, azt mondom, hogy 5. része a sorozatnak. Ne menjetek sehova, hanem tartsatok velünk. Köszönöm szépen a figyelmet, és akkor találkozunk a következő, jól emlékszem, 5. részben. Köszönöm a figyelmet. Sziasztok!